Az elmúlt évek során az időjárás több alkalommal is gondot okozott a haszonnövényeknek. Idén is így történt, az esőzéssel azonban megérkezett a megváltás az agráriumba is. A gazdák fellélegezhetnek, hosszú idő után az ország nagy részén bőséges eső területi átlagban 30 mm-nyi csapadék áztatta a földeket. A környékünkön 28 mm csapadék esett le az elmúlt néhány napba. Ez minden kultúrára, tehát az ősziek azok már nagyon kívánták az esőt, nagyon látszott rajtuk, hogy csapadék hiány, illetve víz hiány van a talajba, főleg ha egy kicsit dombosabb területen van a gazdaság, akkor ott már nagyon-nagyon látszott a szárazság, és szenvedtek a növények. A szárazság hatással volt a talajmunkákra is, megnehezítette a gazdák dolgát, hiszen csak nagy nehézségek árán tudtak magágyat készíteni, ebben is segített a lehullott csapadék. Az őszi kultúrákban kiszort fejtrágyázásnak a hatása sem látszott olyan mértékben, amit elvárna az ember, viszont így most, hogy a bemosó csapadékot megkapták, így most meg fognak ugrani a közeljövőbe a növények, és hamarosan már a repcék virágzásnak is fognak indulni. A csapadék a felső réteget, a vetőágyakat segíti, ugyanakkor a mélyebb területek szárazak maradtak, ezért további esőre lenne szükség ahhoz, hogy a kultúrnövények megfelelő ütemben fejlődhessenek.